szüreti mulatság hagyományának átörökítése hosszú évek óta a székelyvéckei fiatalság életének szerves részét képezi. De ugyanilyen fontosak a bálestéjét megelőző koradélelőtti tevékenységek is, mint például a hajfonás, táncpróba és a szekerezés. Stábunk is a helyszínen járt, és arról, hogy miért is jó csősznek lenni, magukat, a fiatalokat kérdeztük. Mert olyan élményekkel gazdagodunk, amiket hosszú idők után is fel tudunk emlegetni, és akár a következő generációnak is tovább tudunk adni. Igazából csősznek lenni a közösség miatt a legjobb, a csapat miatt, az élmény miatt, amit kapunk, amit adunk egymásnak. A hagyományőrzés is nagyon-nagyon fontos ebben az esetben, hiszen azért vagyunk itt, azért gyűltünk össze. Hagyományőrzés szempontjából mindenképpen a társaság új barátokat szerezhet, nagyon jó kapcsolatokat lehet építeni. Több mint egy hónap munkájának, táncpróbáinak és közösen átbeszélgetett estéinek eredménye ez a mára már teljesen összeforrt, vidám kis közösség. A csőszök azt is elárulták, hogy mi az, ami minden évben a legnagyobb élményt jelenti számukra. Igazából az egész procedúra, maga a próbák is nagyon jó hangulatba teltek, a díszítés is, a kultúrotthon díszítése is, de szerintünk mindegyiknek a legjobb élmény a szekerezés. A szekerezés. Mindenféleképpen a szekerezés, a hívogatás. Amikor faluról falura megyünk, és hívjuk az embereket, a falusi embereket, a környékbelieket a bálra. Körbejárjuk a falvakat, a környező falvakat, és énekelünk, és táncolunk minden faluba. A székelyvéckei szüreti mulatság nem csak a fiatalok, hanem az egész közösség szívügye. Ezért minden évben ki a maga lehetőségei szerint hozzájárul az esemény létrejöttéhez. Tele van a lelkem örömmel, már csak azért is, mert nagyon hosszú idő telt el azóta, amióta a kultúrba úgy lehet bemenni, hogy végre méltó kinézése van, megbenézése. Örülök, hogy... És az ifjúság is úgy állt hozzá, hogy az idén nem csak, hogy felújult a kultúr, hanem megtöltötte az programmal. Hiába szépítsük az épületeinket, hogyha nincs benne élet. És ez most különösen nagy öröm, hogy a megnyitó utáni nap lesz a szüreti bál, és ezt is komolyan vették a fiatalok, és úgy érzem, hogy végre az a munka, amit befektettünk, az az energia, az kezd lassan gyümölcsözévé válni, és nagyon örülök ennek, mert nekünk semmi dolgunk nincs, csak az őseinktől úgymond átvett vagy megörökölt értékeinket megőrizzük, vigyázzunk rá, és ez a szüreti bál is erről szól, hogy a táncainkat megtanuljuk újra, bemutatjuk, és adunk lehetőséget, hogy ezt a fajta kultúrát más is bele magába szippantsa, és eljöjjön is együtt múlasson a fiatalokkal. Évek óta kísérem ennek a közösségnek a báljait. A Szentírásban is nagyon fontos helyen van a bor és a szőlőnek a szimbóluma. A szőlőnek a maga, ugye Jézus is azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők, de magában a szőlő is, vagy a bor, az az életörömnek a szimbóluma. Mindig azt mondtam a fiataloknak, ha megtanulnak táncolni, akkor imádkozni is megtanulnak. Mert ha valaki nem tud táncolni, imádkozni is nehéz.